all I ask of you. A szőlőszem kicsin gyümölcs. Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs. Egy nagy gyümölcs. S ha a kis szőlőszemnek egy nyár kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, amíg megérik? Ez belé kerül évezredek, vagy talán évmilliómokba. De bizonyára meg fog érni egykor. És azután az emberek belőle világ végéig lakomázni fognak. A szőlő a napsugarak túlérik. Míg édes lett, hány napsugár lehelte rája élte melegét? Hány százezer, hány millió napsugár? A földet is sugárok érlelik. De ezek nem napsugárai, hanem az embereknek lelkei. Minden nagy lélek egy ilyen sugár. De csak a nagy lélek, és ez ritkán terem. Hogyan kívánhatnunk tehát, hogy a föld hamar megérjék? Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, mely segíti a földet megérni. Csak egy nap tart a sugár élete. Tudom, hogy amidő megérkezik a nagy szüret, addigra én már rég lementem, s parányi művemnek nyoma elvész az óriási munka közt. De életemnek a tudat erőt ad. Halálomnak pedig megnyugovást, hogy én is egy sugár vagyok. Stay with it, baby, and that's all I ask of you. Köszöntöm a nézőket szerdán esti időben, és nagy örömmel jelenthetem be, hogy színház alapító a vendégünk itt ma, Turek Miklós. Na most, hogyha azt hiszik a nézők ebben a pillanatban, hogy egy hatalmas, nagy görög oszlopcsarnokokkal díszített nagy kő színházról van szó, akkor ebben a pillanatban egy picit téved. Ha azt hiszi a kedves néző, hogy opera áriákról fogunk beszélni, bármit az is lehet, de az is tévedés. Tetszenek tudni, mielőtt még Miklósnak átadnám a szót, versekről van szó, mert ki hiszi, ki nem hiszi, a vers mindenkinek kell ma is, és nem csak a magyar kultúra napján. Nagyon örülök, hogy itt vagy versügyben. Köszönöm a meghívást. Azt mondta egy kritikus annak idején, amikor Latinovics Zoltán verset mondott, hogy hát valami félelmetesen mondta a verseket, ezt mindenki tudja, akár ismerte Latinovicsot, akár nem, vagy televíziós felvételt látott, hogy a szigorú kritikus bement a nézőtérre, figyelte Latinovics Zoltánt, hallgatta, és nem vette észre, hogy kicsordult a könnye. Ezt tudja a vers, ugye? Vagy ezt is? Ezt tudja a vers, és ezt tudja az ember, aki azt előadja. Amikor a versszínházban elkezdtél gondolkodni, akkor feltételezem, hogy már benned volt a vers szeretete. Az középiskolától fogva bennem van. Igazából szerintem én ezt édesanyámtól örököltem, aki szintén hasonlóképpen rajongott a versekért. Szerette a verseket, én ezt így fogalmaznám. És 2004-ben jött el ez a pillanat az életemben, hogy azt az előadást, amit én már régóta tervezgettem, amit a Faludi Gyurka bácsinak az életéről szerettem volna összeállítani, 2004-ben tudtam megmutatni. Abban az időszakban volt az, hogy a Gyurka bácsi mindenféle médiális megjelenései olyan nagyon negatív ítéleteket kaptak, és úgy gondoltam, hogy érdemes... Házasságával kapcsolatban, szerelmeivel kapcsolatban. Pontosan, emlékszünk még arra időszakra, és úgy gondoltam, hogy érdemes lenne azt a Faludi Gyurka bácsit megmutatni, akit én látok. Uh-huh. Aki egy kicsit több a bulvárnál, több Villonnál, és egy hihetetlenül oktató jellegű életutat járt be. Nagyon sokan azt hiszem nem tudják Faludi Györgyről, és ezt ő maga nyilatkozta, hogy ő tulajdonképpen nem mint Villon fordító, hanem mint Villon versíró. Szóval mindenki azt hitte, hogy a Villon verseket fordítja, és aztán kész. És én hallottam tőle egy nyilatkozatot, amikor azt mondta, hogy nagyon sokan nagyon gyönyörűen lefordították Villont. Én nem. Én írtam a Villon verseket. Hát miután te személyesen átiratok. Is találkoztál vele, átiratok voltak. Vajon miért csinálta ő ezt?
Azért, mert a saját gondolatait nem önthette versbe, illetve versbe önthette, csak nem jelenhettek meg. És a Villon név alatt el tudta mondani azokat a gondolatokat, amiket szeretett volna. Tehát ez egy lehetőség volt számára a megnyilvánulásra. Itt minden új, meg nem térő, páratlan, ritka, s múló fenomén. Ha lepkeszállt, azt mondtam, jól megnézed, először s utószor látod ezt. A jó baráttal boroztam, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggelig meg kéne hallom. És mindezt azért, mert folyton féltem a hajnaltól, melyen nem lesz barát, se bor, se ébredés. Érez így más is, de agyába gyűri. Ám én a homlokomban hordtam ezt. Súgójukából tudatom csak egyre fenyegetőzött. Minden elmúlik. És ez szikra itt, a nem lét vasfogói között. A lét csodája, hogy vagyok. A pusztulás fogatlan állatényén még felvillanó Szent János bogár. Az ellentétek izzó sistergése. Az elmúlás örökös, csontig vájó tudata. Ezek adtak életemnek ízt, színt, gyönyört, varást és glóriát. Ezek tettek bolondá, mámorossá, és ezek bűvöltek kacsalábon forgó kastélyt a puszta létből én elém. Ittasan a föld egyszeri borától reáfonódva úgy öleltem át minden fogalmat, tárgyat és szemét, mint részegek a lámpaoszlopot. Így lett világom szép. A csillagég, goblejnekkel tapítás múzeum, a tér három dimenziója körben élménybálákkal telt raktár, ahol órám számlapja 12 személyes terített asztal, és másodperceim nehéz mézcseppek csöppenései. Így lettem én a föld szerelmese. A nagy rajongó, felhők Rómeója, holt városok alatt a trubadúr, gót csipkedíszek faragója Rímben, és éjféli fürdés pogány ünnepének mezítlen papja. Még időm lejárt, és eltűntem én a múló fenomén, a fenomének örök tengeré. Villon. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Je vois que mes petites tremblent. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Mint nagy kalap. Mint nagy kalap borult reám a kék ég. És hű barátom egyakadt a köd. Rakott állat közt kivert az éjség, s halálra fáztam rőt kályhák előtt. Amerre nyúltam, csak cserepek húltak, és szájam széléig áradt már a sár. Utam mellett a rózsák elpusztultak. Lehelletemtől megfakult a nyár. Csodálom szinte már a napvilágot, hogy néha még rongyos vállamra süt. Én, aki megjártam mind a hat világot, megáldva és leköpve minden. Stay with it, baby, and that's all I ask of you. Az, hogy a Magyar Kultúra napján beszélgetünk, természetesen feltételezi azt, hogy a magyar kultúráról, most mondjam azt, hogy szuperlatívuszokban beszéljünk. Időnként ez lehetett az elmúlt évszázadok során, időnként pedig nem lehetett. Én most egyetlen egy utat csak úgy eszembe, hogy nagyon örülünk, hogy van Magyar Kultúra napja, de hosszú évek óta most van először, hogy nincsen filmszemle. Hát, ennek csak anyagi oka van? Szerintem igen. Illetve lesz valami az Urániában, Budapesten, azt tudom, de nem. Na, szóval maradjunk a versnél és a versszínháznál. Nem nagyon kockázatos egy ilyen színházat létrehozni manapság? Ez egy színházi vállalkozás. Nem a szó hagyományos értelemben vett színház, hanem
alkotóközösség vagyunk. Az idők folyamán hozzám csatlakozott egy projekttel egy képzőművész fiú, akinek versillusztrációs sorozatai vannak. A Kosbor trióval dolgozunk együtt egy Pilinszky előadásban. Pont holnap lesz a Gerendás Péterrel egy faludi összeállításunknak a bemutatója, szintén a Magyar Kultúra Napja kapcsán. És lényegében meghívások alapján szerveződnek az előadások. Voltunk 2008-ban egy amerikai előadó körúton, én most tavaly évvégén voltam másodszor Londonban, Németországban voltunk már, Szlovákiában, lehet, hogy március 15-én is lesz egy Petőfi előadás Londonban. Tehát érdeklődés van a versek iránt. Talán az lehet a bizonyos fokú versek iránti félelemnek az oka, hogy nem mindig olyan embereknek a szájából hangzanak el azok a versek, akik úgy szólítják meg a közönséget. Ezek a külföldi fellépések, vendégszereplések, meghívások magyar közönséget tételeznek föl, vagy pedig... Természetesen magyar közönséget. Most csak belekapaszkodom a szavaid, a Petőfi. Például egy ilyen Petőfi est miből áll? És hogyan épül fel? Bocsáss meg, hogy kijavítalak. Én azért mondom mindig, hogy előadás. Előadás. Mert hogyha estről beszél valaki, akkor mást gondol. Ezek az előadások komplett színházi előadások. Világítás technikával, némi hangtechnikával, kevés kellékkel, minimális jelmezzel. És színházi előadások, amikben én megpróbáltam belesűríteni a költőknek az életét. Hát ez az. Az ő verseikkel, de az életüknek a fő momentumai, azok benne vannak az előadásban. Tehát akkor, hogyha valaki megnézi a Petőfi előadást, akkor abban benne van Debrecen is, benne van a Puszta télen, és benne van a Nemzeti Dal, és benne van még az is, hogy mikor, nem tudom, vándorolt ott a hóban, és majdnem megvakult, és akkor azt mondja, hogy Teremtő Isten, szemei, mire a vakságot te nem küldött, nem láthatok többé lányt és pipafüstöt. Szóval ez mind-mind belefér? Ha nem is mind, de remélem, hogy sok belefér belőle. Például az is belefér, hogy Petőfi Zoltán, Petőfinek a fia, 49-ben született. Értem. Tehát az, hogy Petőfi meddig volt apuka, az egy érdekes kérdés. Uh-huh. Egész életében egy kis családra vágyott, de ott volt a másik oldal, ami a honfi szeretet volt, és ez többször olyan szituációkba sodorta, amit feltétlenül ő nem választott volna útjának, de... A család mellett nem tudott megmaradni a honfi szeretet vezérletében. Uh-huh. És nagyon érdekes szituációk alakulnak ki a színházi előadás során a különböző versekből. Talpra. Talpra, magyar. Hí a haza. Itt az idő most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés. Választhatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáik, akik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember ki most, ha kell halni, nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak,
unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Stay with it, baby. And that's all I ask of you. Petőfi egyik kedvencem, azért is merem én ezt mondani tényleg, hogy... Sokan nem szeretik egyébként. Hát miért nem? Miért nem? Azért, mert ő nem Arany János, és nem a nagy, veretes, gyönyörű, szép magyar nyelv, hanem ő sokkal, hogy mondjam, közelebb volt mindenkihez. Hát nem is tudom, valaki azt mondta, hogy a Petőfi ma élne, akkor rocker lenne. Igen. Ez így van. Ugyanazzal a habitussal rendelkezett. Én azt hiszem, hogy azért nem szeretik sokan, mert egy olyan sematikus képet kaptunk róla az oktatás folytán, hogy ez ilyen távol tartja az embereket tőle. Pedig annyira fantasztikusan korszerű gondolatai vannak, és sajnos sok verse még nagyon aktuális. Bizony, nagyon sok. Hát még volt idő, amikor nem merték mondani a verseit, mert éppen a hatalomtól való félelem miatt. Igen. Ez így volt. Na most a másik, ami Petőfivel, hát ha már itt szóba került, nyilvánvalóan ez az előadáson, vagy legalábbis feltételezésem szerint nem tudom, hogy szóba kerül-e, mint minden ilyen zseninél, ugye hát az elvesztése és 1849 és Segesvár az igencsak mély nyomokat hagy mindenkiben, és egyszerűen nem hiszik el, hogy elhunyt és hogy meghalt, és kutatják, és hol, és a harcmezőn, és akkor ugye jönnek a legendák, hogy ugye nem halt meg, hanem kiment az akkori Oroszországba, és hogy még 10-20-30 évvel utána, igen, és ő ott él, és ott van, és Petrovics néven, nem tudom, találtak ott fejfát. Szóval voltak ilyen kutatások, most nem akarom én ezt itt mint szóba hozni, de még az egykor volt Szovjetunió tudósai is keresgélték őt. Ez szóba jön, vagy szóba? Nem, rosszat kérdezek, elgondolkoztál ezen? Egy Petőfi verssel válaszolok. Halhatatlan a lélek. Hiszen. De más világban nem megy át. Csak itt lenne a földön marad. A földön él és vándorol. Többek közt én. Emlékezem, Rómában Cassius Valék, Helvéciában Tell Vilmos, Párizsban Demoulin Camille. Itt is leszek tán valami. Igen, tökéletes a válasz. Azt hiszem, hogy a előadásnak ez a kerete. Ez a gondolat. Tehát, hogy nemzedékről nemzedékre megszületnek a Petőfik, az más kérdés, hogy felszínre kerülnek-e, vagy sem. Szerelmek nyilvánvalóan szóba kerülnek, és most nem csak Szendrei Júliára gondolok, hanem egyáltalán Petőfi viszonya a nőköz, mert nyilván ezek az előadások, pláne keretjátékkal őszinték. Például, és azért teszem így fel a kérdést, mert feltételezem, hogy nem mindenki látott Petőfi estet, de hogy nagyjából úgy képben legyen. Szóval, hát Szendrei Júlia, ugye nagyon sokan elítélték, megkövezték, pedig Petőfi azt mondta, ha eldobod egykor az özvegyi fájtlat, stb. Hogy például az ő élete hogyan alakult összefüggésben, már Petőfi halála után? Érdekes, még a győri színészi időszakomban csináltunk egy Petőfi, Arany János és Szendrei Júlia levelezéséből egy előadást, és én igazából onnan ismertem meg a Szendrei Júliának a gondolatait a Petőfivel való kapcsolatával. Kapcsolatban. És nagyon érdekes, hogy a Júlia távol akarta tartani magát Petőfit a házasságtól. Hogy maga miatt nem akart egy házasságra lépni, vagy pedig Petőfit szerette volna a köteléktől mentesíteni, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy Petőfi halála után nagyon kemény kritikákat kapott. Júlia is, és Petőfi is. És ez mind Petőfinek, mind pedig Arany Jánosnak, illetve Szendrei Júliának nagyon nagy lelki sebeket okozott, hogy a nemzetköltőjeként tisztelt ember abban a pillanatban, hogy már nem tud válaszolni, olyan kritikákat kap, mint amiket abban az időszakban kapott.
Félelmetes, szóval Petőfiről, hát órákat lehetne róla beszélni. Hát órákat. Tényleg, órákat lehetne róla beszélgetni. És általában, hogyha ahogy visszaemlékszem iskolai tanulmányaimra, és arról jutott eszembe, hogy említetted, hogy egy sematikus képet kaptunk, nem csak róla, más költőkről is, mert szóval mindjárt majd rátérhetünk esetleg, ha úgy gondolod, József Attilára is, vagy akár Ady Endrére. Szóval egy ilyen kép, aztán ennyi volt, semmi többet nem tudtunk róla. És én máig emlékszem arra, hogy ugye tanultuk a verseket, mert akkor még kellett verseket tanulni, ma sajnos már nem annyira, és hát a lázadó kamasz. Ugye megnézi, milyen hosszú, mennyit kell megtanulni, és hát nem én, hanem a kollégáim, az osztálytársaim, aztán később, följebb, felsőbb iskolákban már az rendben van, de gimnáziumról beszélek. Mikor először a kezünkbe vettük a helység kalapácsát, hát már bocsánat a kifejezését, halálra röhögtük magunkat. És megtanultuk. És a mai napig emlékszünk rá. Nem az oktatáspolitika bűne, hogy manapság nem szeretik annyira a fiatalok állítólag a verseket? Változott a világ. Sokkal gyorsabb. Ez igaz. A gyerekeknek a motivációs dolgai is egészen más hangsúlyt kaptak. Egyik része a munkámnak az, hogy középiskolákba, illetve egyetemi közegbe visszük el az előadásokat. Mert egy-egy ilyen előadásból a két dimenzióból háromdimenziósá válik egy-egy költő. De jó, hogy megelőztél a kérdéssel, mert ide akartam kilukadni, hogy átadni valamit a fiatalságnak, igen? Évek óta járjuk az iskolákat, nagyon jó tapasztalattal. Egy faludi előadás után oda jött hozzám egy fiatalember, egy gimnazista fiatalember, aki megkérdezte, hogy de honnan voltak azok a összekötő versek, amiket itt énekeltél, vagy mondtál. Uh-huh. Mert a faludi előadást kifejezetten úgy állítottam össze, hogy a saját verseiből, uh-huh. és egy víjonfordítás van benne, amit összekötő elemként használok a verszakait, és ezt ismerte a fiatalember, hobó előadásában ismerte. Amikor először találkoztam vele, én se tudtam, hogy faludi vers, illetve víjonátirat, és ő ezt hobótól ismerte. És azért, mert ezt ismerte, elolvasta utána a faludi verseket is. Hát mondjam azt, hogy misszió, szóval ezért is érdemes ezt csinálni. Ezért is érdemes. A másik, ami most már nem csak, vagy nem annyira Petőfi, hanem József Attila, és amit én itt az előbb félbehagytam. Szóval József Attiláról is kaptunk az iskolában annak idején egy olyan képet, ami hát én nem is akarom ezt sorolni, hogy annak idején is József Attila és a nagy kommunista költő, meg stb. És aztán, mikor kiderült nem csak nála, hanem más költőknél is, hogy azért vannak istenes versei is, meg gyönyörű szép szerelmes versei, akkor későbbiekben azért kezdtük őt megismerni. Egyszer Garambölgyi, aki ORFK szójő volt, írt József Attiláról, meg az öngyilkosságáról, stb. Egy könyvet, és amikor a könyvhöz gyűjtötte az anyagot, azt mondta, hogy ő tulajdonképpen akkor döbbent rá, hogy ez micsoda csodálatos ember volt. Neked milyen József Attilád van? Jó kérdés. Én úgy határoztam meg, hogy egy soha fel nem növő kamasz. Mert annyira szélsőséges érzelmi viharokat vitt papírra és élt meg, és soha nem tudta elfogadni azt, ami körülötte van. És azok a versek valóban, tehát amiket az akkori rendszer kiemelt és mindenkinek megtanított, szintén távol tartották az embereket József Attilától, pedig sokkal-sokkal színesebb egyéniség volt, mint amit tanultunk belőle. Hát irodalmárok és szakemberek mondják, ne feledd szavat, hogy ha egy kicsit arra is figyeltek volna, hogy József Attila és a rímei és a rímpárjai milyenek. Csak arra, szóval ott nincsenek ezek a ilyen humbuk összecsengések, hanem ott tényleg a szavaknak, még a ragoknak is sokszor értelme van, akár önálló értelme, akkor talán jobban figyeltünk volna József Attilára, de már bocs, hogy szabadba vágtam. Az aktuális politikának megfelelően való költői értelmezéshez szeretném hozzáfűzni, hogy Igen. kaptam az egyik előadás után egy Petőfi összest,
Talán az első vagy második kiadás, bőrkötéses, gyönyörű szépen illusztrált, Németországból kaptam egy orvosbarátomtól, és úgy összes, hogy bele van írva bevezetőbe, hogy kihagytuk ebből az összes kiadásból ezt és ezt és ezt a verset. Itt a nyilam hova lőjem, akasszátok fel a királyokat. Igen. És még három vagy négy verset, mert akkor még monarchia voltunk. Aha. És így lett Petőfi összes, hogy ezeket fölvállaltan kihagyták a kiadásból. És szerintem ugyanez a szituáció volt József Attilával is. És ugyanazokat a verseket hagyták ki akkor, amiket aztán zászlóként vitt a szocialista rendszer. Igen. Igen. Az oktatásban. És József Attilával kapcsolatban is, ha jól tudom, József Attila mindössze 3 hónapig volt a kommunista párt tagja. Igen, igen. Legalábbis az önéletrajza szerint is ez igen. Így van. És hogy ilyen szociálisan érzékeny verseket írt, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy azonosult azzal a gondolatkörrel. Egyébként Petőfi eléggé szabad szájú költő is volt, és emlékszem, hogy nekünk volt egy magyar tanárunk annak idején, és mondta, hogy hát ez nem biztos, hogy otthon, meg hogy meg kell tanulni ilyen verseket, mert azért van ott, de egyet, és ezt nyugodtan elmerem itt mondani, nem kell kitenni a 12, 14, 16-os karikát se. Két sor, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen Petőfi nem mondta ki azt, amire gondoltak, vagy gondoltok, mert ő csak azt mondta, hogy foglalod ám a kurvanyádat, de nem a mi szép magyar hazánkat. És akkor nagy nehezen, de ez tanárfüggő is, hogy ilyeneket el lehessen mondani, vagy meg lehessen tanulni. De hogyha már itt tartunk, hogy Petőfiről mi. És Faludiról manapság mi jut az emberek eszébe? A múltkor, nem tudom, valahogy szóba került társaságban, és természetesen mindenki azzal kezdte, hogy francia vagyok, Párizs városából, mely talpam alatt a szennyes ködbe vész, hogy van tovább. És most méterhosszan lógok egy nyárfaágon, és nyakamon érzem, seggem mi nehéz. Na hát most akkor bántani kell valakit? Leírta? Jó, lefordították ezt mások. Vas István is lefordította. Ott valami ehelyett valami mi nehéz feneken, vagy nem igen, tudom, milyen igen, sorok vagy vannak. Vagy de... Szóval nagyon azért sokan. Mondom, hogy a humort, a mindennapi szóhasználatot is meg lehet találni, pedig nem maiak. Nem maiak. De Pilinszkiről még nem beszéltünk. Megmondom őszintén, Pilinszkiről talán, hogyha így körülnézünk a költők házatáján, általában is az emberek, és merem vállalni, én is kevesebbet tudok, noha szinte kortársunk még mindig, de hát ő is agyonhallgatott volt. Agyonhallgatott volt, és azt mondta, hogy vallásos verseket ír, és kész. Milyen az igazi Pilinszki? Vagy ahogy ti interpretáljátok? Igazat megvalva, nekem is a 5 költő közül Pilinszkihez van a legkevesebb kapcsolatom. Az előadás, ami egy verszenei előadás, a Kosbor trióval való együttműködésből alakult ki. Nekik volt egy idézőjeles koncertanyaguk, és úgy gondolták, hogy jó lenne benne egy kis színházias versmondás. És akkor beletettünk olyan verseket az előadásba, ami egy teljesen megbolondította. Átrendeződtek a zeneszámok, kiiktatottak ezáltal a zenék közötti tapsok, ami egy koncert előadás esetében szokott lenni. Igen. És egy nagyon érdekes összeállítás kerekedett ki az egészből. Ami vallásos költészet, szeretet hiányos embernek a költészete, a szeretet után futó embernek a költészete, és egy nagy magány. Thank you.
együttlét, különválás, búcsúzás, hullám, hullámmal virág a virágtól, szélcsendben, szélben, mozdulva, mozdulatlanul. Hány és hányféle színe változás, a múlandó s a múlhatatlan, hányféle hely cseréje. Találkozás, Istenem, együttlét, különválás, búcsúzás, hullám, hullámmal virág a virágtól, szélcsendben, szélben, mozdulva, mozdulatlanul. Hány és hányféle színe változás, a múlandó s a múlhatatlan, hányféle hely cseréje. A triót említed és a zenét. Mi a ilyen értelemben a véleményed a megzenésített versekről? Na most ez azért is jutott eszembe, mert ugye Petőfit is éneklik mindenhol, Adit is éneklik mindenhol, különféle feldolgozásokban. Na most hát ez egyrészt azért jó, mert talán így közelebb lehet hozni az emberekhez, vagy lehetett annak idején is hozni. Teljesen egyszerűen kérdezem, szereted a megzenésített verseket? Szóval ezt leírta Adi, aztán ezt meg eljátszották. Hogy mondjam? A versben, ha lehet. Ha én verset mondok, akkor kvázi én is megzenésítem a verset. Tehát, és valahol a verseknek az ősi megnyilvánulási formája az a dallammal együtt történt. Ez igaz. Tehát sokkal ősibb egy megzenésített vers, mint az, a beszélt vers. Lehet jól és rosszul megzenésíteni verseket, lehet tök ellentétes értelmeket belezenésíteni egy-egy versbe, de úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, mert úgy ül be az embernek a fejébe, a fülébe és az agyába, hogy ő észre se veszi. Beül a dallammal, és aztán egyszer talán az idő folyamán eljut az értelem is az agyáig az embereknek. Mint egy, hát fülbemászó dolgozik. Lesz, dolgozik benne. Igen. Igen. Apropó, ugye Magyar Kultúra Napja, hát azt mindenhol tényleg léptennyomú hallani, hogy ezen a Kölcsey ekkor fejezte be a himnusz megírását, stb. Azt persze már kevesen mondják el, hogy amikor ő befejezte a himnuszt, akkor az egy darabig meg se jelent sehol. Aztán eltert, nem tudom, néhány év, amikor nem emlékszem pontosan, hogy hol jelent meg először. És aztán megint eltert egy csomó év, és akkor Erkel Ferenc ugye megcsinálta a himnuszt. Most ha már itt a magyar kultúráról van szó, akkor szerinted jó-e az, hogy, hát hogy mondjam, sokféle himnusz van mostanában forgalomban. És ez nem úgy értem ezt, hogy átírták a himnuszt, mert természetesen nem. De ugye, ahogy az idő haladott, most már nem az a mi ifjabb korunkban megismert és énekelt himnusz van, hanem ennek van zenekari feldolgozása, rövidített feldolgozása, van gyerekekkel énekelt feldolgozása.
Nagyon sok. Na most a hivatalos mostani kultúrpolitika azt mondja, hogy hát ez azért van, mert akkor alkalomhoz illően hol ezt lehet játszani. Most akkor nekünk egy himnuszunk van? Mindenkinek egy himnusza van. Sokféle formában? Ami itt van belül. Ez igaz. Azt lehet gyerekekkel énekelni, azt lehet szimfonikusokkal, azt lehet versben hallgatni, vagy hallani belül. Én úgy gondolom, hogy ez nem rossz. Én úgy gondolom, hogy ez nem rossz. Az egy érdekes és elgondolkodtató mondat a himnusznak a alcímeként, hogy a magyar nép zivataros századaiból. Tehát az egy olyan elkeseredett életszituációban született írás, amit ennek megfelelően kéne kezelni. És nem biztos, hogy az életérzést teljes mértékben magunknak kell érezni. Sajátunknak kell érezni, mert úgy gondolom, hogy egy picit túlzottan negatív érzelmeket sugároz, és nem biztos, hogy azt nekünk most éreznünk kell minden szinten. Igen, hát ezt mondják is, hogy szomorú a magyar himnusz, de hát Istenem. Egyébként most, hogy mondod, tényleg egyetértek, mert még mindig jobb, hogyha készül egy ilyen változat, egy olyan változat, mint hogy teszem azt az olimpiai dobogón lekeverik meg hosszú. Szóval ez azt hiszem, hogy akkor mindenféleképpen elfogadható. Én úgy gondolom, hogy a himnusz az egy gondolatfolyam, ami nem zenefüggő, nem előadófüggő, hanem az mindenkinek a saját lelkében születik meg. Na most, hogy nehogy azt higgye a néző, hogy Turek Miklós és a vers, és csak a vers, hanem azért én itt utána néztem egy kicsit, mert azért is nem szedtem elő ezt a papírt eddig. De hát azért, hát van itt kérem szépen, Néma Levente, három nővér, nyár és füst, árulás. Szóval egy kicsit ezekről a szerepekről, úgy, ha felelevenítenél valamit, mert odáig rendben van, hogy nem tudom, Harold Pinter egyik kedvencem, ha szabad ezt mondani, és abban itt van Jerry, de hát nem biztos, hogy a darabot ismerik. Pintert ismerik, meg a Gondnokot is ismerik, nagyon jó darab, meg a, jaj, melyik volt az a másik nagyon jó, az Étellift. Étellift. Az egy hihetetlen dolog, és ezt el is mondom, mert büszkék lehetnek rá. Egerben is játszották, meg a Konyhát. És az akkori Egri Színház igazgató, akkor még Csizmadia volt, és egyáltalán nem akarok ilyen belső dolgokról beszélni, nehogy azt higgyék itt a hallgatók vagy a nézők, hogy elmegyünk itt teljesen a privát szférába, de elég az hozzá, hogy megegyezett az Egri hotel szálloda igazgatójával, és a próbák során, amikor a szöveget tudták, akkor a színészeket átvitték, és a szálloda konyháján próbálták a darabot, hogy igaziból is tudják meg, hogy mi az a konyha. Aztán úgy mutatták be. Na szóval ez csak egy kis kitérő volt, zárójel bezárva. Tehát most mondhatnám így Jerryt, de a többi szerepeidről is. Én diploma után a Győri Színházhoz szerződtem. Ott voltam 4 évig, évente 2 főszerepet játszottam szerintem, ha jól emlékszem, 2 évente, vagy 3. Ki alatt? Korcsmáros György volt az igazgató akkor. Már nem ő. Már nem ő, igen, ottan változnak az igazgatók. Igen, a többi színháznál is változnak, igen, a többi az igazgatók, színháznál is változnak, tudjuk, az igazgatók. Hát úgy elforgácsolódnak valahogy, úgy érzem, meg elfáradnak. Na szóval igen. Győri Színház, igen. Győri Színház. Operettől kezdve musicalig, Csehovig mindent játszottam a Győri Színházi időszakomban. Nagyon szerettem a három nővért, például abban Tuzenbach Bárót játszottam. Voltam Dorozsmai Pista a Csókos asszonyban, Bömbörit játszottunk Oscar Wilde tollából, zseniális írás, és nagyon szerettük. A Pinter darabot azt az Eres 9 Színházban csináltuk, pont abban az évben, amikor a Pinter... Rúgásevestjén. Igen. Már csak azért, hogyha valakinek nem ugrik be az Eres Színház, Rumbak Sebestyén utca 9. Igen. Ez egy 3 szereplős darab, és pont abban az időszakban csináltuk, amikor a Pinter a irodalmi Nobel-díjat kapta. Sajnos az, hogy ha jól tudom, abban az időszakban mi játszottunk egyedül Magyarországon Pintert,
És ez igazából semmiféle visszhangot nem kapott, hogy mi egy jó előadást csinálunk ott az Eres Kirenc Színházban, de attól függetlenül egy nagyon jó munka volt, egy nagyon jó csapattal, nagyon jó színdarabból, és nagyon szerettem csinálni. Azt lehet rád mondani, hogy most nem kell szerénkedni, allround színész vagy, mert itt most van ugye vígjáték, dráma, minden, zene, ének, mondjuk operát nem tudom, énekeltél-e? Énekeltem. Na hát tessék, te de csak szóló fellépésként. Táncolni azt nem. Ez lett volna a következő kérdés. Nem. Szeretek énekelni, és mint a mai napig járok énektanárhoz, mert az fontos, hogy az ember végig tudjon beszélni egy adott esetben 80 perces darabot. Ritkán szálló szó. Rémület. Ez volna hát a termő férfikor. Ekkorban élek, árny az árnyban kiáltottam. Már nem tudom mikor. Ó, árny az árnyban, csöndben némaság. Sziszeg a toll, míg sort a sorhoz űz. Vadversre készülök, és rémül csönd kerít. Csak szúnyogoktól zengalom, ha fűz. Ó, mennyi társ! És a fájdalomban legtöbbje mégis úri vendég. Emlékeim közt fekszem itt hanyatt, hamar halálra növő növendék. Bársor sötétség nem vigasztal, és már nem oldoz fel tüskés harag. Virrasztva várom és reménytelen, mikor derengenek fel a falak. Reménytelen napokra vérülök. A régi, villongó költőfiút konok nehézkes férfi váltja fel, akit ziháltat már a régi út. Ziháltat. S a kacér kapaszkodót új váltja fel, halálos hősporom, szél járt a sziklaszál felé vivő vadút, mely túlvisz majd e mély koron. Már onnan jöjj a szél, és hozza híreit. Ütyölni kezd a felriadt eresz. Az ifjú asszony arcát fény legyinti. Felsírja álmát, és már ébredez. Már ébredez. Álmos szelíd szemén az éber értelem villan megint. Álmára gondol, és készül a vadnál vadabb világba, míg körültekint. Körültekint, és védő hűs keze néhányszor végigröppen arcomon. Elalszom, fáradt szíve mellett, s szememre fú a jól ismert lehel. Stay with it, baby, and that's all I ask of you. Ha van szerencsém ilyen művésszel beszélni, aki, hát nyugodtan mondhatom így négy szem közt, szóval 21. századi, mert mint ahogy egy 3 órás színházi közvetítést ma televízióban este senki nem néz végig, mert mondtad is, hogy felgyorsult a világ, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, hogy egy ilyen megklippesített világban élünk, mert pörgünk, és pillanatok alatt zajlik le minden. Na de azért mondom, hogyha van szerencsém ilyen művésszel beszélgetni, aki ennyi mindent próbál, és ezért 21. századi, akkor van olyan, ami jó a vers, ami mondjuk ugye a szívedhez a legközelebb áll? Vagy feladatorientált vagy? Az én hivatásom úgy gondolom az a versszínház. Uh-huh. Tehát, hogy a versszínházat módon volt, és jelen pillanatig módonban van működtetni, illetve működik, az én hivatásomnak érzett dolog. Az egyéb színházi munkák, azok hála Istennek jönnek, filmes munkák, reklámmunkák, hangilag, képileg, amik egzisztenciálisan biztosítják ennek a lehetőségét, de úgy gondolom, hogy a fő dolog az életemben az a versszínház. Nagyon jó hallani, és igazából manapság nem csak a színészek, hanem nagyon sokan sok lábon kell, hogy álljanak, mert
Ez így van, szóval ezt annak idején is megmondták, hogy megírnak, mit tudom, 3 ponyva regényt, és akkor a bevételből a szívecsücskét, a drámát, igen, és azt is meg tudja írni. Szóval tényleg sok felé kell figyelni, és sok felé kell, hogy mondjam, megfelelni, mert sajnos manapság ez a megfelelni szó, a szó legrosszabb értelmében így van, mert nem csak az számít, hogy ki mondja, hogy mondja, és szép vagy okos, hanem igen, ez a mindent a megrendelőnek. Na most visszakanyarodva, hát lát, kedvencem Petőfi mondtam, mindig legalábbis ismeretségi körömben, és nem csak színészeknél, teljesen civileknél, szinte mindenkinek van egy-egy versor, ami úgy megragadt, akár gyerekkorából, akár szüleitől, akár későbben. És én emlékszem annak idején, még a gimnáziumban úgy versengtünk, hogy kinek mi. És akkor természetesen, ha az előbb mondtam a helység kalapácsát, akkor természetesen 10-ből 9-en azt mondták, hogy ó, szemérmetes Erzsók, szívem hordójának csapra ütője te. És sok-sok ilyen van, de József Attilától is idézhetnék nagyon sokat, de ez nem az én tisztem, hanem sokkal inkább a tiéd. Neked van kedvenc vers sorod, vagy vers soraid? Direkt nem verset kérdezek, hanem egy-két, felgyorsult világunkban, egy-két-három sort. Többször kapom azt a kérdést, hogy melyik a 4 költő közül a kedvence. Ezt én nem tettem föl. Nem, tudom, de valahol határos a kérdés. Én mindig azt szoktam mondani, azt szoktam válaszolni erre, hogy az éppen következő előadás költője. Az az érdekes, hogy rengeteg vers van az ember fejébe, és az folyamatosan dolgozik. És változnak az aktuálisan kedvenc idézetek. Változnak a sorok, amik éppen beugranak, és ahogy az időben haladunk előre, és én öregszem, egyre többet értek meg a versekből, és kerülnek helyre azok a mondatok, amiket lehet, hogy 100-szor elmondtam már, de nem értettem meg. És egy-egy pillanatban, egy-egy előadás alkalmával, egy-egy lámpa kiégés alkalmával, amikor valami másképpen alakul egy-egy előadásban, akkor értem meg azt a mondatot. Ezért nem tudok kiválasztani olyan idézetet most, amire, hogy a többi idézetet ne sértsem meg. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával vont tele. Most is hallom edalt, elhangzott bár. Cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár? Cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok, te régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem. Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem. Hogy vállamom 25 év van már. Cserebogám, sárga cserebogám. Mint nyugtalan madár az ágakon helyről helyre röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a méh a virágról a mézet. Minden régi kedves helyet bejár. Cserebogám, sárga cserebogám. Gyermek vagyok. Gyermek lettem újra. Lovagolok fűzfa sípot fújva. Lovagolok szilaj nátparipán. Vájúhoz még lovam indikíván. Megitattam. Gyí lovam, gyí betyár, cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölében ez dajkám, s az altatónóta hangzik ajkán. Hallgatom, s fél álomban vagyok már. Kicsinke, szőke kis leányka, az én szerelmem nagy.
És tárgya el nagy szerelemnek kis szőke lány te vagy. Mit mondasz erre, szőke kislány? De ez csak fele még. Azon volnék én, hogy te lennél én nékem feleség. Eljössze hozzám el, szépséges szép fejkötőt veszek, és csak azt mondom, kimondhatatlan hűséges férj leszek. Őrzöm szemem fényét, de téged még jobban őrzelek, hogy drága egészségednek ne ártson hideg, meleg. Ott fellakunk, Pest városában. Az élet ott vigán, de az atyushoz is lejárunk. Kívánt pénzfogyatán. Hogy suttogják majd, ha az utcán végig megyek veled, Petőfi felesége, erről csinál szép verseket. Csinálok ám, a teringetét is, hogy bámulnak bele. Ma holnap egész Magyarország nevemmel lesz tele. Úgy estenként csak neki ülök, de meg majd ez alatt lefekszel szépen, s melegíted előre ágyamat. S ha elkészül egy-egy dicső vers, én is levetkezem, hozzád simulok, és azt mondom, menj beljebb, gyermekem. Így éldegélnénk. Hát, csak ennyit akartam mondani. Mit szólsz rá, szőke kislány? Lesz-e belőle valami? Egyet mondok, sors. Kettő lesz belőle. Nekem csak egy leány szerelmit ad, s érettein átengedem cserébe minden, de minden adósságomat. Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott így regényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek, és azon merének. Szekére mentek, de ökörszekére. Két pár ökörtevéje fogatott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán balvalott. Világos éj volt, a hold fennvala. Halványan járt a megszakadt felhőkben, miként a bús hölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőben. Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán balladott. A társaságban én is ott valék, s valék szomszédja éppen Erzsikének. A társaságnak többi tagjai beszélgetének, s énekelgetének. Én ábrádoztam, s szóltam Erzsikéhez. Ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballogott. Ne válasszunk magunknak csillagot, szólék én ábrádozva Erzsikéhez. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez. Ha elszakasz a sors egymástól minket. S választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Stay with it, baby. That's all I ask of you. Egy ugrással fejezzük be, magyar költőkről van szó, külföldi szerzőkkel is dolgozol, vagy dolgoztatsz-e? A hoborról jutott eszembe egyébként természetesen az a fajta amerikai irodalom, aminek nagyon nagy szószólója és fordítója is ő. Éppen most állított meg egy orvos ismerősöm, éppen szálltam be az autóba, és azt mondta, hogy művész úr, gondolkozzon el azon, hogy helynéről kéne egy összeállítást csinálni. Remélem, hogy eljön az az idő, hogy helyne is felkerül a palettára. Vannak még magyar költők, akik megelőznék őt, illetve idézőjeles megrendeléseim vannak rá, de szeretném bővíteni minél szélesebbre ezt a palettát. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide hatos csatornára. Kedves nézők, Turek Miklóssal együtt köszönünk el.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és azt hiszem, hogy nevedben is mondhatom, vagy mondhatjuk közösen is, hogy ha verses kötetet lapozgatnak, vagy a versek egyáltalán eszükbe jutnak, ne csak a költészet napján jussanak eszükbe, igaz? Ez így van. Minden pillanatra meg lehet találni az idézetet. Köszönjük szépen, a viszontlátásra, a viszontlátásra. That's all I ask of you.